Nem indult zökkenőmentesen a hazai burgonyatermesztők számára a 2022-es év, és ezt a vásárlók pénztárcája is megérezte. Idén februárban majdnem harmadával került többe a kereskedelmi forgalomba került burgonya, mint az azt megelőző évben. Akkor, mint arról korábbi műsorainkban is beszámoltunk, a drágulás okát a termelők a munkaerőhiányban, a külföldről behozott burgonyában és az öntözés hiányában látták. A helyzet később sem oldódott meg, ráadásul a történelmi léptékű aszály tovább nehezítette a burgonya termesztést, mondta Augusztinyi András, a Nébih gyulatanyai fajta kísérleti állomás vezetője. Én 42 év volt csinálom a kísérleteket, de összesen nem találkoztam ilyen borzalmas évvel, mint ami ez volt. Kezdődött ugye már a rendkívüli szárassággal, hiszen májusban 5 mm csapadékunk volt, júniusban 20 mm. Ezt még sajnos tetézte a nagyon-nagyon meleg éghajlat, viszonyok, amit ugye burgonya 25 fokon felül már nem érzi jól magát, és a túlélése küzd, tehát a lombra, indára növekszik, és nem a gumó. Termésmennyiségre visszatérve, az elmúlt éveknek körülbelül a fele termése volt, illetve még sok fajtánál annyi se, de ezt el lehet mondani egész Európára, tehát a nagyok, a franciák, a németek, a dánok, tehát mindenki, a hollandok, mindenki nagyon panaszkodott, tehát náluk kint volt ilyen 50-60 tonna, most a fele, sajnos Magyarországon is hasonló a helyzet. Az aszálykárok mellett a termelőknek az elszabadult energiaárakkal is meg kellett idén küzdeni, hiszen a termesztés bekerülési költségei, a benzin és olajárak, a gáz és villanyárak emelkedésével jelentősen megnövekedtek, akár csak a műtrágya beszerzési ára. Konkrétan nem tudom megmondani, de illusztrálni tudok pár példával, hogy két évvel ezelőtt még például a pétisót 5500-ért vettem, tavaly 20.200-ért, most 28.000 forintért. Tehát ez is mutatja, hogy drasztikusan emelkednek a műtrágyárak. Azt viszont tudni kell, hogy a műtrágya, vagy a burgony az különösen igényes tápanyagra, tehát nagyon sok kálit kell el neki adni. Tehát nem megy olcsó, mert bőven 1 millió felül van már az önköltsége ára a burgonyának. Tehát ehhez kell kalkulálni a termés, hogy mennyi, még utána ugye a gépi munkák, kézi munkaerő, stb. Tehát az egyik forintálisan az egyik legtöbbe kerülő termesztés a burgonya. A szakember úgy véli, az ársapka miatt nem valószínű, hogy a burgonya hiánycikké válhat az év végére, és ez azért is alakulhat így, mivel a magyar lakosság a felmérések szerint egyre kevesebb burgonyát fogyaszt. Sőt, nem csak kevesebb krumplit fogyasztunk, de egyre kevesebbet is termesztünk. Sajnos burgonya terén évek óta negatív tendencia van az ültetési felületen, minden évben kevesebb. Most ugye ez az időjárás szerintem még jobban befolyásolni fogja, bár mindig az a véleményem, hogy régóta csinálom, hogy amikor jó a burgonyának az ára, akkor következő évben nagyon sokan akarnak burgonyát. Hát nyilván ugye ezek adottságok kell, ugye öntözés, agrotechnika, gépesítés, stb. Úgyhogy a régi nagyok abba hagyták, és ugye amortizálódott az egész géppark, leromlott, eladták, tehát nem nagyon hiszem, hogy olyan túlságosan nagy területen megint el fogják kezdeni. Könnyen elképzelhető, sőt valószínű, hogy emelkedni fog a burgonya ültetési felület Magyarországon. Augusztinyi András hozzátette, az éghajlatváltozás és a bekerülési költségek emelkedése miatt egyre népszerűbb a sokkal szárazságtűrőbb édesburgonya, valamint a csicsóka termesztése hazánkban, és ezek a táplálkozás szempontjából számos pozitív egészségügyi hatással bírnak.